3 millió 200 ezer autó tulajdonos kap vagy kapott levelet az adóhatóságtól. A küldemény arról tájékoztat, hogy április 15-éig milyen összeget kell átutalniuk első féléves gépjárműadó címén a NAV megadott számla számára. A fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból automatikusan figyelembe veszi az adókivetésénél. Mindenképpen a határozat alapján utaljon, mert előfordulhat, hogy esetleg a határozatban szerepelnek téves adatok, akár egy olyan mentesség vagy más körülmény miatt nem is annyi a kötelezettség, mint amit a, a NAV nyilvántart. Ez előfordulhat. Aki hibát talál az adóhatóságtól kapott tájékoztatóban, a NAV ügyfélszolgálatán kaphat segítséget és tájékoztatást akár telefonon, akár egyeztetett időpontban személyesen. Az adóhivatal levelét még nem kapta meg minden autó tulajdonos. Ezek a határozatok postai úton érkeznek. Tehát türelmet kérünk, aki április elejéig sem kap erről határozatot, ő jelezzen vagy jelentkezzen nálunk adott esetben. Azok a gépjárműadó tulajdonosok, akik automatikus banki utalással rendezik ügyeiket, könnyen tartozásba kerülhetnek az adóhivatalnál, mivel az önkormányzati gépjárműadó számlára esetlegesen már átutalt összeget, a helyhatóságok nem utalják el a nafhoz, hanem túlfizetésként tartják azt nyilván. Ha a helyhatóságnál vezetett adószámlája valakinek túlfizetést mutat, vissza kell igényelnie a töbletet.